szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Gyertek, álljunk fel, dicsérjük az Istenünket mai napon is! Az van a Bibliában, hogy menjünk együtt az Úr elé, tornászaival, dicséretekkel. Gyertek, menjünk együtt! Most együtt az Úrhoz, mennyei trónjához. Örömmel lépjünk be hozzá, kiáltsuk nagy az Ő neve. Dicsérjük a hangszerek hangja, néki szóljon minden dal. Dicsérje Istent a menny és a föld. Ez a következő dal, egy új dal, nemrég fordítottuk.
hamar meg fogjátok tanulni, és szerintem ismerjétek az eredetit. Jöttek ének helyünk neki. A világ kezdetén ott voltál, egy voltál az Istennel. A teremtés rejtette arcod, míg megváltóként jöttél el. Milyen gyönyörű nagy neved, gyönyörű nagy neved, Úr Jézus Krisztus nagy király. A gyönyörű nagy neved, minden nép felett, milyen gyönyörű a neved, ó drága Jézus. A mennyből földre jöttél értünk, vállaltad a bűnömnél nagyobb szerelme, semmi nem választ el már. Milyen csodás nagy neved, csodás nagy neved, Úr Jézus Krisztus nagy király. Csodás nagy neved, minden nép felett, milyen csodás nagy neved, ó drága Jézus. Milyen csodás nagy neved, ó drága üres a sír volt, megnyílt a kárpit, hol a fullánkod bűn halál. Újjunk a menny is, téged dicsőít, mert újra élsz, feltámadtál. Egyedül mi drága megváltó, örök király és Isten van. Itt az ország, minden dicsőség, melyetben minden tényleg van. Milyen erős nagy neved, erős nagy neved, Úr Jézus Krisztus nagy király. Erős nagy neved, minden népben, milyen erős nagy neved, ó drága. Yeah.
hogy éget el, hogy legyél itt közel, legyen mindenem tiéd. Többet kérsz, nem csak egy dalt, hisz egy dal olyan kevés, a lelkem mélyére vált. Istenem, megvizsgáltál, és ajtót nyitottál, látod, amit senki sem lát. Ha még élek, csak dicsérlek téged, mert minden remél, csak rólad zenél, Jézus. Bocsáss meg, kérlek, I'm not afraid to die.
dal, mint a mennyben angyali kórus szeg, rám dicsőség a bár. Ez az a dal, mint a mennyben angyali kórus szeg, rám dicsőség a bár. Gyertek fiúk, énekeljük, halleluja! Ó, halleluja! Lányok! Halleluja! Szomjas a szívem rád, vágyom, hogy újra betölts is rám száj. Szent szellem, tegyél ma így csodát. Adj új lendületet, új lelkületet, eleven életet,
egyszer meg, te hírd ma így csodát. Énekeld, ilyes! Ilyes a legjobb, és szomjas a szívem rám. Vágyom, hogy újra betölöts és rám szállj. Szent szemben, te hírd ma így csodát. Így van, atyám, erre van szükségük! Adj új lendületet, új lelkületet, elemet, életet, érted, égő szívet. Szent szellem, te nyíld ma így csodát. Adj új tüzet a szívünkbe, hozz ébredést a lelkünkbe. Te nyíld teljesen újjá, te nyíld teljesen újjá. Jöjjen újra erővel, Isten szent tűzével, jöjj közébb ma is, dicsőség. A szívünkbe, hogy értenékünk egészen törzsbe, ne tűntől tartni, szívünk elbe bányi. Jöjj Szent Szellem! Éhes a lelkem, szomjas a szívem rád. Vágyom, hogy újra betölts is rám szállj. Szent szellem, te nyíld ma így csodát. Adj új lendületet, új lelkületet, elemem életet, érted égő szívet. Szent szellem, te nyíld ma így csodát. Adj új tüzet, adj új tüzet a szívünkben, hozz ébred a lelkünkben. Te nyíld teljesen újjá, te nyíld teljesen újjá. Jöjjen újra erővel, Isten szent tűzével, jöjj közénk ma is dicsőséggel. Dobbanjon új tűz a szívünkben, dobbanjon új tűz a szívünkben, hogy értenékünk egészen. Teljesen újjá, te nyíld teljesen újjá. Adj új tüzet a szívünkbe, hozz ébredést a lelkünkbe. Te nyíld teljesen újjá. Jöjjen újra erővel, Isten szent tűzével, jöjj közénk ma is, dicsőség. Szent szellem. Szent szellem. Jó, csak! Elvon szükség! Szükségünk ma reggel is. Szeretnénk egy új tüzet kérni tőled. Lord, this is what we need from you. We want to ask for a new flame in our hearts. Hálások vagyunk azért, Istenem, mert te elküldted a te lelkedet. We are so grateful that you sent your spirit to us. És új tüzet, egy új lendületet tud adni nekünk ma is. And your spirit can give us a new flame. Köszönöm, Istenem, azt, hogy bárhonnan is jöttünk most ide, bármilyen körülményből, állapotból.
Thank you that regardless of where we've come from, te velünk vagy. You are with us. Te sose hagytál minket el. You never leave us. Te szereted ezt az országot is, Istenem. You love this country, Lord. Szeretnénk, Atyám, mindent rád bízni és a te kezedbe odaadni. We want to trust you and give everything over to you. Ott van a legjobb helyen. Because that's where it's Atyám, the best. Kérlek, vezess minket. So we pray that you would lead us. Mutasd az utat. Show us the way. Menj előttünk. Go in front of us. Óvj minket. Protect us. Erősíts minket. Strengthen us. Szükségünk van rád. We need you. Mindennél jobban. More than anything else. Istenem, kérlek, áld meg így ezt, gazdagon ezt az alkalmat. Bless this time that we have today. A te drága nevedbe kértük mindezt. In your precious name we pray. Amen. Amen. Good morning, and as you take your seats, please greet each other quickly. Ha ezzel megvagyunk mobiltelefon ellenőrzés, kérem, hogy nézzétek meg, hogy biztosan lehalkítottátok a mobilokat. And please check and make sure that your phones are turned off. Köszönöm szépen. És kérik itt a rendezők, hogyha lehet, akkor húzódjunk össze, mert nincs hely. De látok azért néhány egy-egy helyet ott szabadon. Próbáljátok meg egy arrébb ülni, így feltölteni a sorokat. And if possible, please slide into the middle so that we can fill the seats completely. És akkor amíg elmondom a bejelentéseket, még akik ott kint vagytok, meg minden gyertek be nyugodtan és foglaljatok helyet. And while I tell the rest of the announcements, please come in, those of you waiting outside. Először is, akik terveztétek, hogy vagy szoktatok menni tavasszal a tavaszi hétvégére. Ja, ez csak magyarul, nagyon profi vagy. Gyorsan mondom, május 11-13-ig, tehát a tavaszi hétvégére hívunk benneteket, és a téma, vagy a hétvégének a címe az, hogy ha szól szavad, Isten igéjére lesz egy sokkal nagyobb hangsúly fektetve, és erről lesz szó egész végig, hogyan szól az Úr, és mi van, ha szól, és mit teszünk mi, amikor szól. Szóval érdekes hétvége. Annyi ezzel kapcsolatban, hogy nagyon fontos, hogy ezen a hétvégén nem tudunk gyermekfelügyeletet biztosítani. Tehát nem tudunk azok felé szolgálni, akik így gyermekesek, mert nem tudunk mit csinálni a srácokkal ezen a hétvégén. Arra inkább ott van a nyári konferencia, úgyhogy oda tartalékoljatok. Ez egy fontos információ volt. Aztán a következő az 1%-okkal kapcsolatban. Ugye a NAV megcsinálja sokunknak a... Köszönöm szépen, annyira, hogy itt vagy, igen, a bevallásunkat. Szóval könnyű nem rendelkezni az 1%-okkal, de szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy mind az egyházival és a civil 1%-otokkal rendelkezzetek, légy szíves, erre figyeljetek majd külön oda, és illetve ez már angolul is. Holnaptól indul a kávézónknak a felújítása. So starting tomorrow, there will be renovations on the coffee shop. Ez egy nagyszerű dolog, imádkozzatok ezért, már nagyon vártuk. This is a really exciting time, so pray for this, vannak please. Vannak képeink? Nincsenek képeink, majd lesznek. Jó, tehát erre szeretnélek kérni benneteket, illetve ugye mivel zárva lesz a kávézó, nem tudtok majd mondjuk szerdán jóval hamarabb idejönni. And so since the coffee shop will be closed, you can't come so early on Wednesdays. Szóval tervezzetek így a hétköznapi alkalmainkkal, hogy olyan 17:30-kor nyitunk, vagy majd 17:00-kor nyitunk. Hogy lesz ez, Tamás, pontosan? 17:00-kor nyitjuk az épületet. So please plan accordingly that during the week our service, our doors will open at 5:00. És lehetséges, hogy lesznek idők, amikor az oldalsó ajtón tudunk csak majd közlekedni. And there may be times that we can only come through the side entrance. Úgyhogy erre lehet készülni, de ez egy ilyen új gyerek születik című dolog. So you can prepare for this, but it's an exciting thing as well. Úgyhogy kicsit elviseljük ezeket a fájdalmakat, de egy nagyszerű dolognak nézünk elébe. These are growing pains, but we're excited for the future. Úgyhogy mondták, hogy az alkalmak alatt, egyébként az alkalmakon, nem az alkalmak alatt, lesz majd kávénk, azért lesz egy ilyen mobil kávézópult. But we will have coffee during the service time. Ezen így elgondolkoztam, hogy így, ha az alkalmak alatt lenne, akkor mi lenne most? Well, not during the service time, but valaki így megy, és akkor szotyi a töki. Egy presszó, igen. So probably not the best if it was during the service. Na jó, tehát nagyon szép volt. Gratulálok. Tök jó. Szóval erre lehet készülni, tök jó lesz.
és kérjük a megértéseteket. So please come with understanding. Illetve még egy dolog, hogy hivatalossá fogjuk tenni a Golgota szeretett szolgálatot, tehát lesz hivatalosan Golgota szeretett szolgálat. So there will be an official Golgota charity work. Eddig csak úgy tudtuk, hogy van valami, de nem volt, most már hivatalosan lesz. Up until now there was just something kind of in place, but now it will be official. És ennek a szolgálatnak már most van egy futó projektje. And so right now there's already a running project. Ez pedig a Vissza közénk nevű projekt. And it's called Vissza közénk, back to us. Ez arról szól, hogy jelenleg három hajléktalan embernek próbálnak segíteni, hogy visszakerüljenek a társadalomba. Munkát találjanak, segítenek nekik. It's in the process of trying to find three homeless people a job, a home, so